Jó napot kívánok, sziasztok! A Darth Vader sorozat második kötete a következő 6 számot foglalja magában ugyanolyan igényes minőségben. Számomra ez a sorozat eddig komolyabb hangvételű, sötétebb hangulatú, szebben megrajzolt, mint a Star Wars, ezért jobban tetszik annál. A történet az előző kötet közvetlen folytatása. Miközben Vader a lázadó pilóta nyomait kutatja egy gyanakvó felügyelővel az oldalán, Dr. Aphra a magánhadsereg fenntartásához szükséges pénzt igyekszik előteremteni hozzáillő módon. A cselekményben alvilági figurák és fejvarászok is tiszteletüket teszik. Szerintem a sötét nagyúr lenyűgöző alakítást nyújt. Ravasz, könyörtelen, a megjelenése tekintélyt parancsoló, a visszaemlékezős részei nagyon ütősek, a hallgatásba burkolózása komoly feszültséget teremt, a vadászgépe tetején ülve nagyon vagány. Vader új kísérője, Thanos felügyelő, a birodalom külső vagy akár belső ellenségei után nyomoz, precíz, következetes, aprólékos, éleslátású, mely révén engem első olvasáskor Thrawn főadmirálisra emlékeztetett. Aphra arcának megrajzolása egy-két helyen nem tetszik, de egyébként tekintetvonzó ábrázolást kapott a szereplő. Minél közelebb kerül Vaderhez, a félelmei annál inkább erősödnek, annál kevesebbet hibázhat. A szadista droidok fantasztikusan ontják a poénokat. A rohamosztagosok mozdulatainak és sisakjának ábrázolása számomra néhány helyen furcsa, inkább nem tetszik. A képregény rajzolása összességében megint lélegzett elállítóan szép, főleg az árnyékolás és a kétoldalas képek. Ez biztos valami iratlan szabály a képregényeknél, hogy az utóbbiaknak a többinél is jobban kell kinézniük. Összességében nekem veszettül tetszik, izgalmas és fordulatos, olvastatja magát, a füzetek vége mindig felkelti az érdeklődést a következő iránt. Kíváncsian várom ennek a sorozatnak a következő kötetét, a Vader Down-t még olvastam rajongói fordításban, de a The Shu-Torun War kötetet már nem. Nektek mi a véleményetek erről a képregényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!